Azok a gyermekek, akik családjukkal menekültek Ungvára, a helyi iskolákban folytatják tanulmányaikat online formában. Korábban régi számítógépekről vagy mobiltelefonok segítségével csatlakoztak az órákhoz. Ezért az ungvári Tarasz Sevcsenko nyelvi gimnázium vezetősége felmérést végzett, hogy a gyerekeknek mire van szüksége a tanuláshoz, majd ezt követően egy helyi szervezet vásárolta meg a szükséges eszközöket számukra. Jelenleg 27 diák csatlakozott hozzánk, ők harkivi, donyecki, kijevi és bucsai gyerekek, akik azóta már hazatértek. A szülők megírták a kérvényt, amit az oktatásügyi főosztály jóvá hagyott. A mi oktatási intézményünk specifikus, ugyanis angol és német nyelvet tanulunk. Hozzánk azokat a gyermekeket irányították, akik szintén kiemelten foglalkoztak az angol és német nyelvvel. A táblagépek beszerzésében segítő helyi szervezet, a Zonta Klub, egy nemzetközi szervezet része, amely nők és gyermekek támogatásával foglalkozik. Olena Kovalcsuk a háború kitörése óta rendszeresen tartja a kapcsolatot a külföldi kollégáival, és koordinálja a szükséges támogatást. A háború elején, amikor mindenki szétszórt volt, és igyekeztek megállapítani, hogy milyen jellegű segítségre volna szükség, akkor természetesen az élelmiszer, a ruha, szállkodási szerek és a szállás volt a figyelem középpontjában. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az amerikai és európai kollégáinkkal. Felmerült annak a szüksége, hogy technikai eszközökkel segítsünk, hogy a gyerekek folytathassák a tanulást. Megértettük, hogy a segítségnyújtás szélesebb körű kell, hogy legyen, ugyanis nagyon fontos, hogy az áttelepült gyerekek folytathassák a tanulást. Sofia Harkivból érkezett, és most 10. osztályos. Szinte mindegyik osztálytársa külföldön. Van. Elmondása szerint jól érzi magát az új környezetben. Nagyon kedvesek a gyerekek, jó fogadtatásban részesültem, tetszik a tanulás is. Eddig mobiltelefonról kapcsolódtam be az oktatásba, most viszont már táblagépről fogok. Mihajlo és Tamara testvérek, mindketten Ungváron tanulnak. Régi számítógépeink voltak, az enyém egyszer csak kikapcsolt, és nem tudtam belépni az online órára. Táblagéppel sokkal jobb lesz. Én pedig telefonról vettem részt az órákon, de szerintem is jobb lesz táblagépről. Hogy tetszik az itteni tanulás? Tetszik, jók a tanárok és barátságosak az osztálytársak. Én már az első naptól barátkozni kezdtem mindenkivel, azóta is tartjuk a kapcsolatot. 17 áttelepült diák kapott táblagépet az ungvári nyelvi gimnáziumban, akiknek ezáltal mostantól sokkal kényelmesebbé vált a tanulás.